Rögtön kezdünk is, kedves nézők, itt vagyunk a Prey biomechanikus holdméretű mini bolygójában, ahova a főhősünket, Tomit és az ő kedves barátnőjét és családtagjait felszipkázták az alienek. Ahogy ezt a tavalyi E3-os előzetesünkben leírtuk, a játék az nem egy szimpla FPS lesz, tehát elég sok eszközzel próbálja meg a Human Head megbolondítani a játékmenetet. Ezek közül az egyiket látjuk, itt a Spirit formát, nem kell megijedni, hiába van így a kezünkben is petként egy madár nálunk, nem hunterek vagyunk, hanem így is van, vissza a jó öreg plazmavetőhöz. Na most a játék az egyrészt baromi jól néz ki, másrészt ugye itt a említett Spirit Formmal megbolondították a játékmenetet, harmadrészt pedig a gravitációval és a teleport kapukkal is elég sok mindent kezdtek a fejlesztők, és ezekről a pályán található HP és armor csomagról csak annyit, hogy a ellenfeleink is, tehát a gépi ellenfelek is a single player kampány közben használni fogják őket. Na de itt már nem a single player-t nézzük, hanem a multit. Hát tulajdonképpen a játék multi része is azért több, mint egy nagyon jól kinéző átlag FPS, mert ezeket a feature-öket itt is tudjuk majd alkalmazni. Például a Spirit Formban kiszálltunk ugye a testünkből és átmentünk egy erő teren vagy force field-en. És ugye itt pedig már a gravitációt szemközt röhögő járó falakkal megfűszerzett múlt élményt láthatjuk. De hát ember legyen a talpának, itt el tud igazodni, hogy merre van a fel és a le. Itt van a jó kis biomechanikus fegyverek közül az egyik, a kedves rákcsáró, akinek a letépet lába után ugye a detonációkat köszönhetjük. Jól néz ki, pörgősnek néz ki a játék, a teleport kapukkal és a erőterekkel, illetve ezekkel a gravitációs járópadokkal elég jól megbolondították a fejlesztők a multi élményt is, viszont hát nem lesz könnyű. Egyrészt a pályákat megtanulni, másrészt pedig pontokat, illetve killeket szerezni rajtuk.